Köszöntöm a kedves nézőket a Latorcától a Dráváig, a Marostól a Berettyóig. Levelet hozott a drótposta Szöulból, Korea fővárosából. Rajkó Péter ott tanuló felvidéki diák küldte. Azt írja, köszönöm szókimondását és nyílt gondolkodásmódját. Nem egyszer késztetett arra, hogy átértékeljem korábbi nézeteimet. Koreai nézőm átrándult Kínába, és elkeserítette, hogy az átlag kínai ma már sokkal jobban él, mint az átlag magyar és kelet-európai. A kínaiakról azonban megjegyzi. Ők is ősellenségeink, még a hun időkből, nem testvéreink. A szkíta civilizáció megsemmisítésén vagy bekebelezésén fáradozó kínaiak ma is több millió ujgurt tartanak rabszolgasorban. Pedig a kínaiakkal ellentétben az ujgurok a testvéreink, vér szerint és a népművészetben a legközelebbi rokonaink. És ezt a hagyományt ápolják is. Ne hagyjuk cserben ujgur testvéreinket, mint ahogy minket végig cserben hagyott az Euró-antant. Kínával üzletelni kell, de ha már betelepülőkről van szó, miért nem az ujgurokon segítünk? Írja Szöulból a felvidéki Rajkó Péter. Korábban már több világpanorámában is foglalkoztunk a magyarság fönnmaradásának két fontos és megválaszolandó kérdésével, Trianon kezelésével és telepítéspolitikánkkal. Amikor mi jövendő helyünket keressük a majdani új világrendben, természetesen nem adhatjuk föl, nem adhatjuk meg magunkat, magyarságunkat. Sem az ország nem eladó, sem a lelkünk, mert vészesen fogyunk, mert megüresedő helyünkre mások pályáznak, és mert ragaszkodnunk kell a Kárpát-medencéhez, isteni őrhelyünkhöz, a Kárpátokon kívül élő, elcsámborgott, kínreket, magyarokat és testvérnépeinket, rokonainkat kell hazacsábítani. Legelébb a csángókat és az ujgurokat említettem. Két hazátlan népet, amelyet be kell fogadnunk, hiszen a magyarság keleti elemeit erősítenék. Vérfrissítést jelentenének a nemzetnek, és közben szebb, jobb hazára lelnének. Az ujgurok az üldöztetések, a csángók a beolvadás elől. Persze megfelelő körülményeket, méltó emberi életet, munkát kell nekik biztosítani. Emlékszem, pár éve a Zsámbéki medencében rengeteg csángó kőműves mester és segéd szorgalmasan építette a házakat, és keresetét vitte haza a messzi Moldvába. Miért ne maradhatnának itt, magyar állampolgárságot szerezve, új hazát építve, ahol magyarul tanulhatnak, magyarul tisztelhetnék az Istent? Persze szigorúan önkéntes alapon, csak ha akarnának. A világ másik sarkából, Floridából Michael Mark, kedves nézőm, levelezőtársam és nemzeti ügyeinkben bajtársam javasolja, hogy 2012 legyen az új honfoglalás éve. Azt írja, hívjuk haza a világba elkóborolt első, második és harmadik generációs magyarokat, akik jó esetben több 10 vagy 100 ezeren is megmozdulhatnak a hívószóra, és belevághatnak életük legnagyobb kalandjába, a szülőföld visszahódításába. El tudod képzelni, milyen pezsgő, szellemi, kulturális és gazdasági élet fejlődne ki ebből szülőhazánkban? Nekem a századforduló Magyarországának, dédapáink ifjúságának ideje sejlik fel, amikor robbanásszerű fejlődésen ment át az ország. Én magam meglepően sok hozzám hasonló korú magyart ismerek itt, aki komolyan foglalkozik a hazatérés gondolatával. De kérdés, mostantól lesznek-e otthon alkalmas viszonyok magyarjaink visszahívására, visszafogadására? Munka, méltó élet, életszínvonal. Mert kell, hogy a haza vonzerőt fejtsen ki. Írja Michael Mark, amerikai néző, a fiatalabb magyar korosztályok képviselője. Szóval, kedves nézőim, új honfoglalás 2012. Nincs az a külső erő, óriás birodalom, amely támogathatna minket hazánk visszaszerzésében. Ne is támaszkodjunk senki másra, csak is magyarjainkra, magunkra, itthon, otthon, a Kárpátokon innen és túl. Ehhez viszont a minimum, hogy minden magyarnak, aki így érez és beszél, meg kell adni soron kívül, sorállás, hivatali packázás nélkül a magyar állampolgárságot, mert ez alanyi jogon, kollektív jogon jár, mert arról ők sosem mondtak le, sem apáik, sem nagyapáik, sem dédapáik. Ha a franciák és a britek megadták egykori és mai gyarmataik benszülöttjeinek a francia vagy brit állampolgárságot, nem szégyen, hogy nálunk a magyar állampolgárság, hibásan kettős állampolgárság egyáltalán vita tárgya lehet. A december 5-ig aljas nemzetárulóit, a 23 millió románnal fenyegetőzőket elkergette a nép. A jobboldal együttesen 80%-ot, nyomasztó többséget kapott a parlamentben. Mi hát az akadálya, hogy június 4-ét, a trianoni gyalázat napját örömünneppé változtassuk. És végre minden magyar magyarnak érezhesse magát, bárhol is éljen. Van, lehet ennek akadálya, elvitatható, ami elvitathatatlan. Vendégem a stúdióban Sugár András. Szervusz, Andris. Szervusz. Folytassuk akkor a pénteken megkezdett beszélgetést a chicagói perről. Hát ugye a világon nagyon sok népírtás zajlott és zajlik. Megelőzte a II. Világháborúst az örmény népírtás, az első világháború idején Muszadag 40 napja, és hát itt van a palesztinok népírtását, a legutóbbi, a gázai, az megdöbbentette a világot. A világ valahogy berendezkedett arra, hogy van egy ország, amelynek a népírtásait nem illik támadni. Egyáltalán nem illik azt mondani, hogy népírtás. És kitaláltak egy olyan dolgot, hogy létezik új antiszemitizmus, ami abban áll, ha valaki bírálja az izraeli kormány politikáját. Noha az izraeli nép 70%-a naponta bírálja a saját kormányának a politikáját, azt nem mondják, hogy az izraeli zsidó lakosság 70%-a antiszemita, mert ez nevetséges lenne. De valahogy például Magyarországon is van olyan keresztény úgynevezett prédikátor, aki vasárnaponként az ATV hullámhosszán elmondja, hogy aki Izrael bírálja, az antiszemita. Ez a körülmény valahogy oda vezet, hogy a világ újságírói, szerkesztői, politikusai tartózkodnak Izrael bírálatától, a kettős mércét alkalmazzák, a nem létező iráni atomfegyvert támadják, miközben Izraelnek legalább 200 atombombája van, mint mindenki tudja. Van egy olyan törvény, például még mindig nálunk is érvényben van, ha jól tudom, hogy egy történeti eseményt tagadni nem szabad, de csak egyet, mert a mohácsi vész bárki tagadhatja, és egyáltalán nem számít bűncselekménynek, de van egy bizonyos nemzetközi történelmi esemény, amit nem szabad tagadni. Hát nagyon sokszor ugye Izraelben végül is ezzel védik le magukat, hogy velük szemben a második világháborúban, vagy az őseik, elődeikkel szemben elkövettek egy népírtást, és ha ők követnek el, akkor ők büntetlenek, mert ők bármit megtehetnek. Mert aki ezt megpróbálja kikezdeni, legyen az Gáza vagy Cisjordánia, az rögtön antiszemita. És azt azonnal meg lehet vádolni azzal, hogy ő antiszemita, holott tulajdonképpen rengeteg zsidó ember mondja azt, amit én mondok most, hogy ami történt Gázában, az legalább olyan borzalmas volt, csak kisebb méretekben, mint az 1944-es holokauszt. Így van, a népírtás akkor is népírtás, és ha egy embert érint, akkor is egy népnek a tagját ölték meg. Nem félsz attól, hogy antiszemitának tartanak majd ezután? Például az, hogy a New York-i iroda visszalépett ugye a MÁV ügyben, mert úgy vélte, hogy úgyse lehet megvédeni Magyarországot. Nem ennek a jele, hogy meg vannak félemlítve esetleg? Lehet. Egyébként, mikor a Panorámában dolgoztam 1994-ig, akkor ugyanis engem eltávolítottak a híres szőnyegbombázás keretében. Hát amikor az MSZP-SZDSZ hatalomra került. Engem megvádoltak primitív antiszemitizmussal, így. A magyar primitív antiszemitizmus minta példánya voltam, mert azt mertem állítani, hogy Hebronban, amikor az az amerikai ember bement géppisztolyjal, és az imádkozók közül azt hiszem 26 embert megölt, én erre azt mondtam az akkori Panorámában, a Királyi TV-ben, hogy ennek az embernek a cselekménye lehet, hogy kisebb, de a ne őj szempontjából semmivel sem derekabb dolog, mint a holokauszt. Sokkal kisebb méretekben történt, de hát békésen imádkozó palesztinokat lemészárolni géppisztollyal, ugye, hát az szerintem a nevei szempontjából semmivel sem derekabb, csak talán kisebb méretekben történt. És palesztin családokat, gyerekeket Gázában például legutóbb. Andris, nemzetközi ügyletekre térünk át a chicagói per után. Hát ugye legutóbb, amikor említetted, összehasonlítottad a hidak ügyét, hogy nálunk miért kerül 4-5-6-szor annyiba egy híd, sőt egy híd felújítása, mint Németországban, sokkal nagyobb hidak. Vagy például az MSZP-s akkori miniszterelnök Gyurcsány és Kóka miniszterének az indonéziai gyanús ügyleteit. Végül is válasz se érkezett ezekre. Érdekes, hogy ezek az emberek, Gyurcsány Ferenc úr, Kóka János úr, azt hiszik, hogy nekik meg van engedve, hogy semmiféle vádra ne reagáljanak. Azt már elismerte Gyurcsány Ferenc, hogy az MSZP tönkretételében neki komoly része volt. De ez nem olyan nagy bűn. Tulajdonképpen hálásnak kellene lennünk azért, mert tönkretette az MSZP-t. Viszont ha azt mondja Gyurcsány Ferenc,